Na, sziasztok mindenkinek! A mai alkalommal, mint ahogy a címből is láthatjátok, a Dave Mira Freestyle BMX nevű játékról szeretnék beszélni, ezzel játszani és bemutatni nektek. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a játékot felvenni nehéz volt, mert nem működött a mentési funkció. Ugyanis addig minden szép és minden jó volt, amíg ki nem léptem. Tehát amíg ment a felvétel és játszottam, addig semmi gond nem volt, de onnantól kezdve, hogy kiléptem Windowsba és visszaléptem, minden resetelődött. Pedig régebben emlékeztem, hogy ennek a játéknak az automatikus mentése működött, szóval nem tudom, hogy mi lehetett akkor a gond. Na, de előjáróban ennyit szerettem volna elmondani, a videó további részéhez pedig jó szórakozást kívánok. Na, itt is vagyunk a játékban. Ez a játék 2000-ben jelent meg, az EAxis fejlesztette, és az Acclaim Max Sport adta ki. Ez a játék megjelent PC-re, PlayStation-re és Game Boy-ra is. Utóbbiről nem hallottam, de mindegy. Na, és íme is a főmenü, itt lehet különféle opció közül választani, és ide legörbülősen megy lefelé, úgy választhatunk. Itt vannak különféle extrák, meg leírások, hogy például itt leírja a pályát, hogy mik a kihívások, mi az, így mindegyik pályát tudunk végignézhetjük, hogy mi az, amit végig kell csinálni. Háromféle nehézség van, az amatőr, a profi és a hardcore. És itt lehetne filmeket nézni, videókat, na ez az, ami nekem soha nem működött. Nem tudom, volt, aki játszott ezzel és működött, mert nekem ez soha, ez mindig kiakadt. Na, de inkább nézzük is meg a küldetéseket, a pályákat. Na, itt fent lehet választani a karaktert. Hát van egy jó pár. Hát mindenféle variációban volt. Én mindig Démirával mentem, emlékszem régen is, és vannak különféle biciklik is. Hát először csak az elsővel lehet, valamint lennek ezek a különféle szerkók is. Első az egyiket lehet, meg elsőt, és akkor kezdődhet is a játék. Kezdésként pedig megkapjuk az amatőr feladatokat. Már rögtön az első sikerült is, ez egy sima ugratás volt. Ez pedig egy sima esés, nagyon szépen. Ezt most így vágatlanul mutatom nektek. Egy kisebb gyakorlással azért elég gyorsan meg lehet csinálni így az első pályát. Az első pályának is ezt a kihívását. Már látjátok, már rögtön kettő, meg is meg. Ezeket az elektromos ilyen biztosíték, meg nem tudom, hogy szorozatot kell. Tony Hawknál nem kell végigvárni. Ha csak készen van, megvan, oké. Beállítottam egy új rekordot, feloldottam a következő pályát, és itt pedig a Pro Challenges van, tehát itt vannak a nehezebb feladatok. Nehezebb, na jó, már ahogy. De ezeket is elég könnyen meg lehet.
találtam. Na de mindegy, nem akarok spoilerezni. Inkább menjünk tovább a következő pályára. Na, és ez pedig már a Greenville Park. És itt olyan feladatok vannak, mint egy 360-at megcsinálni. E felett a ráka felett. 10.000 pont. Ez is úgy néz ki, mindjárt meg is lesz. Meglátjuk a rekordot. Akkor kell egy olyat csinálni, hogy végig kell csúszni a négy faládán, valamint egy jó kis csúszást kell csinálni, 50 lábnyit, ha jól tudom, azt pedig most teljesítettük is, nagyon jó, és már csak ezeket kell végig grindolni, és már készen is vagyunk. Hát ez sem volt egy ördöngőség, de volt ugyanakkor, ennek már a profit változatánál már ugyanakkor megszenvedtem. Pedig azért régebben is sokat gyakoroltam. Nos, hogy hol? Nos, ezen ugyanis az a feladat, ezen a kihívásnál, hogy végig kell ott csúszni. Hát ezzel, hát nem tudom, azt hiszem, hogy negyedikre sikerült, nem tudom, ezzel nagyon megszenvedtem. Na, de inkább nézzük tovább a harmadik pályával, ahol például a feladatok között van, hogy 30 méter magasra kell biciklivel felmenni, felugratni. Na, a szituáció tehát az, hogy itt elkezdünk farolni, és hát tudjátok, hogy olyan, mint hogy be lenne akadva, de megy, úgyhogy közben nyomom a lefelé és az oldalsó gombot, és láthatjátok, hogy elég szép kis rekordot fogok megdönteni, már most léptem át a 200 lábat, azért az nem semmi, szóval... Ez soha nem értettem, hogy ez hogy, meg miért, de tetszett. És nem csak ez az egy pályán van, ezt bármelyiken el lehet játszani. Na, itt is például az előző pályán is megcsináltam. Csak hát itt is olyankor sikerült, mikor lejárt az idő. Na, de teljesítettük ezt a pályát is, és nézzük meg, miket kaptunk. Új biciklit és új felszerelés vagy ruházatot. Na, és ez pedig a következő pálya. Immáron a negyedik, ha jól számoltam. Na, ez a pálya viszonylag elég gyorsan ment, bár ennek is volt egy olyan pontja, azt hiszem a profi résznél, ahol elég sokáig szenvedtem, az pedig a golfautóknak az átugratása volt, különös az utolsóinál, ami pont ott van, a kezdőpont mögött. De ez is azért megvolt egy kisebb gyakorlás után. De melyik volt mégis a játékban
az, ahol már majdnem úgy voltam, hogy feladom. Ahol a legtöbbet szenvedtem. Nos, ez itt volt. Most következik az a pálya, talán az egyetlen, amit gyűlöltem. Na, ez pedig a titanikus pálya. Ezt rögtön kezdésnek azt kell megcsinálni, hogy 35 méterre legalább legyünk a levegőben. Ez nem olyan vészes, és ez is még egész gyorsan megcsinálható ennek az amatőrje. Csak hogy ez nem sok mindent ér, ugyanis a profi feloldásokhoz, bicikli set, hiszem, hogy itt adja magam a következő biciklit, ahhoz meg kell csinálni a profit, a profi szintet, ott pedig meg kell csinálni a 900-at, a 900-as fordulatot. Hát, ne tudjátok meg. Nem tudtam felvenni, mert nagyon sokáig tartott, és már egyszerűen már nem volt türelmem hozzá. De nem tudom, hogy aki játszott ez a játéka, annak hogy sikerült ezt megcsinálnia, tehát mennyi idő volt. Mert nekem elég sok, tehát sokáig próbálkoztam, itt is ugrottam, most ahol látjátok, próbáltam máshol is, és emlékszem, mikor régen is csináltam, ezt utáltam a legjobban. Volt, hogy egyszerűen órákat voltam el ezzel, volt, hogy már segítséget kértem most, hogy lehet. Nem internetes izét, bemutatót, nem, ilyet nem, mert akkor még ilyen nem volt. Nem volt netem. Meg így a környéken is szinte sehol. Úgyhogy akkor voltak itt ismerősök, szomszédok, és akkor velük csináltam meg. Úgyhogy ez egy kifejezetten rossz rész volt. Na, de ezután jön egy váltás is. Miközben nem kell félni, hogy itt feketére váltott a kép. Mert csak úgy, mint a Tony Hawk-nál, hát én valahogy ehhez tudom hasonlítani kicsit ezt a játékot. Innentől jönnek ugyanis a pontszámos pályák, tehát ahol pontokat kell gyűjteni, és minél több pontot kapsz, annál nagyobb értékelést kapsz. Ez két körből áll, és a második kör végén, akinek a legnagyobb pontszáma van összesítésben, az nyeri meg a versenyt. Nézzünk is most példákat. Na, 2 percünk van, és el is indultunk. És el is kezdjük a pontszámokat gyűjtögetni. Na, itt ezen végig lehet, ez nagyon jó ez a pálya, sok olyan rész van, ahol lehet így ugratgatni és trükközgetni. Ez kifejezetten jól ment. Na de nézzük csak, hogy milyen a vége. Mi ez a pontozásos dolog. Na tehát vége is az első körnek. 94,5 pontot kaptam, és ez az átlag is. És most van vége a második körnek is. Ezt is megnyertem 94,9 ponttal, és kaptam új szponzort, új szintet. Nagyon szuper. És így épül fel a következő pályák is. Ezt most röviden láthatjátok. És ami érdekes ezután, az az utolsó pálya. Most hogy miért? Na, tehát íme a vége. És kapunk ugyanis egy új karaktert, és megkapjuk a legjobb biciklit is. Na, nézzük is meg, miket kaptunk a végére. Megkapjuk a Secret Bike-ot. Totálra kiakasztottam a karakteremet, és íme Slim Jim Guy. Hűha. Neki egyedi stílusa van, szó szerint egyedi. És amint láthatjátok, íme az összes pálya. És igen, vele kezdhetjük a legelejétől. És töltsük is be az első pályát. Na igen, neki a legnagyobb jellegzetessége ez a haja. Hát, az nem tudom, hogy ezt hogy sikerül megcsinálni. De nekem egy elég fatörzsre emlékeztető valami ez. Hú, ezt de jól megmondtam. És ennyi is lett volna a mai játék. Nagyon jó volt ezt feleveleníteni újra. Nagyon jó volt újra egy kicsit nosztalgiázni. Helyenként idegeskedni.
Hát volt kihívás újra beletanulni a gombokba. És köszönöm szépen, megnéztétek a videót. Sziasztok!